Áldás békesség! Isteni a dicsőség! Nagy szeretettel jöttünk mi magunk is, és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a versenyen. Én úgy gondolom, hogy angyali hangokat fogunk itt most hallani, és biztos vagyok benne, hogy mindenki nagy szeretettel és sok-sok munkával készült fel erre a mai napra. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy ünnepeljünk együtt. Minden idegességet és minden feszültséget szeretném, hogyha félretennétek, és örömmel énekeljetek az Úrnak, hiszen azért vagyunk itt. Azért is vagyunk itt, hogy egymástól tanuljunk, úgyhogy legyünk egymáshoz türelmesek, és úgy drukkoljunk egymásnak, mint a testvérek. Így kívánok sok sikert az énekléshez, és bátorságot. Kérlek, hogy legyetek nagyon bátrak. Ha véletlenül valami nem úgy sikerül, ahogy azt elgondoltátok, vagy előkészítettétek, nincsen semmi baj, hiszen senkit nem fogunk megbüntetni azért, hogyha egy hangot mellé énekel, előfordul. Úgyhogy azért szeretném, hogyha felszabadultan és örömmel énekelnénk együtt, hogy mindenki a lehető legtöbbet hozza ki magából, és mutasson meg abból, amire felkészült erre a mai napra. Így legyen áldott az ünneplésünk, és mindenkinek drukkolunk, szorítunk, nagyon sok sikert kívánunk nektek. Szeretnék mindenkit köszönteni a Mezőtúri Református Kollégium nevében. Akkor mindenki itt van, és akkor kezdjék a versenyt. Breznyák Réka, Kovács Noémi és Orosz Tímea. Közben készüljön Bíró Nikolett, Gyarkai Lívia és Szákocsis Zoé Csenge. Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nékünk. Nagy dicsőséged ez egész földre, kiterjed és felhat az egekre. Te hozzáteljes szívből, kiáltok szüntelen, e síralmas mélységből, hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg Te füleidet, mi döntéket hívlak. Tekints meg én ügyemet, mert régen óhajtlak. Adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége, és nagy volt a szent irgalmának, megmarad most és örökre. Izrael bátorsággal mondjad, hogy megáll kegyelmessége. Irgalmas voltál, hol azt valljad, hogy megmarad mindörökre. Zengjen hálát Áron háza, Izrael hallelujázza, csatlakozzék minden Isten félő, diadalod, Urunk félő. Kegyelméből reám áraszt, szomra is ott hamar választ. Vad ellenség nem ártat én nékem, az Úr biztos menedékem. Szent kegyelmed mindig árad, védőkezed el nem fárad. Lombos ágat lengetünk kiáltva, akit küldesz, legyen áldva. Akik bíznak az Úr Istenben, nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmit.
Földön ülni ki minden, dicséretet énekeljen. Jó voltát hirdessen mindennek. Zenge fölcs az ég, eljött már az Úr, fenség és erő előtte vonul, szépség követi, fény és méltóság, boruljon elé az egész világ. Hűséges az Úr, közeledik már, meglátja a föld, akit várva vár. Eltála vele, szent vagy a kutó, s aki tőled jött, a vigasztaló. Énekeljetek minden népek, új éneket az Úristennek. E földön ülni ki minden, dicséretet énekeljen. Jó voltát hirdessen mindennek. Úrunk nagy nevét adja a világ, zengje a zsoltár szívünk új dalát. Csodás tetteit hirdesse a föld, minden dicséret megilleti őt. Ragyogjon az ég, a föld vigadjon, tenger hullama vígan harsogjon. Örüljön a rét, s minden kis virág, fönn a hegytetőn, s erdőben a fák. A Sionnak helyén, Úristen, tiéd a dicséret. Fogad azt tisztnek néked ittán, tiszta vén tégedet. Mert kérésüket a híváknak, meghallod kegyesen. Azért te hozzád az emberek, jönnek minden ünnen. Hűséges az Úr, közeledik már, meglátja a föld, akit várva vár. Általa vele szent vagy alkotó, aki tőled jött, a vigasztaló. Úrunk nagy nevét áldja a világ, zengje a zsoltár szívünk új dalát. Csodás tetteit hirdesse a föld, minden dicséret megilleti őt. Úrnak szolgái mi? Mindennek szívemet hozzád emel,
hirdesse a föld, minden dicséret megilleti őt. Én kívánom már most, hogy ezekből a kicsi fiú, alakulóban levő fiú hangokból legyenek jó tenorok és basszusok a négy szólamú vegyes karban, mikor eljön az ideje, és ezekből az angyali kicsi tiszta hangokból legyenek jó szopránok, akik egész életükben énekeljenek az Úrnak kórusokban és különböző formációkban, vagy egyénileg, hiszen nagyon nagy reménységet látok bennetek, és bízom benne, hogy ez egy kezdet lesz afelé, hogy ez az éneklési kedv kiteljesedjen a ti életetekben. Én nagyon-nagyon köszönöm ezt a mai délután minden énekesnek és minden felkészítő tanárnak. Tudnunk kell, hogy ennek az országnak ez az ifjúsága a legnagyobb, a legmagasabb szinten krémje. Hogy itt olyan kincset visznek el magukkal, amit sajnos a legtöbb gyerek, aki nem vehet ebben részt, nem ilyen iskolában jár, és nem ilyen indítatást kap, ők valami egészen máson nevelkednek. És azt kell mondanom, hogy ez a legnagyobb dolog, amivel a kedves tanárnénik és szülők elindítanak benneteket, ezeket az értékeket igazán majd felnőtt fejjel fogjátok újra gondolni és érteni. Úgy, ahogy amikor az ember egy nagy regényt olvas, gyerekkel is megérti, de amikor újra olvassa felnőttként, akkor még inkább. Boldogok lehettek, hogy ti már most ismeritek ezeket a gyönyörűségeket. Nagyon köszönjük! Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit. Első körben és leginkább persze a diákokat most, de azért a felnőtteknek is jár a köszönet és a köszöntés, hogy felkészítettek benneteket, hogy itt vannak és izgulnak értetek. Azt szeretnénk kérni, hogy a nagy izgalom ellenére ide fogtok kiállni mellénk, és felénk énekeltek. Tehát szeretnénk szemkontaktust is veletek. A televízió egyébként veszi az egész programot. Hogyha nagy izgalom van, ugye hangot kaphattok, kezdő hangot kaphattok, semmi mást, de hogyha nagy izgalomban véletlenül valamit eltévesztetek, akkor nem kell izgulni. Ha úgy van, akkor akár újra is lehet kezdeni. A lényeg az, hogy mi az alapján szeretnénk megállapítani, hogy ki mit tud, amit az éneklése során mutat nekünk. És ebben benne lehet az, hogy esetleg újra kell kezdeni, de ez nem akkora probléma. A szakmai részt azt természetesen majd csak a végén fogjuk értékelni, tehát az elhangzó énekek után mi csak jegyzetelünk, és majd a végén elsősorban Berkesi tanár úr mondja el észrevételeit, illetve hát, hogyha úgy van, akkor talán én is valamit még hozzátehetek. A feladatot is tanár úr fogja mindjárt ismertetni, és ez alapján, amit egyébként gondolom mindannyian megkaptatok, meg a felkészítő tanáraitok is nyilván megkapták, de most ezt még egyszer elismételjük, hogy mindenki számára teljesen világos legyen. A tavalyi évben volt félreértés, amit aztán végül sikerült orvosolnunk, de azért most ezt szeretnénk leszögezni, hogy a kiírásnak megfelelő énekeket kell énekelni. Tehát ne hivatkozzon senki arra, sem felkészítő, sem diák, hogy valamit elnéztek, valamit félrenéztek, legyünk ennyire pontosak, és ugye a 150 Zsoltárról beszélünk. Ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert tavaly nem Zsoltár hangzott el, hanem valami más ének, ami egyébként szépen szólt ráadásul, de hát mégiscsak ugye a kiírásnak meg kell felelni. Ez egy jó kezdő lépés arra, hogyha egyszer az életbe pályázni szeretnétek majd valahova, ott kiderül, hogyha egy vesszőt rossz helyre tesztek, már akkor is nincs a pályázatból semmi. Ezt tanár úr is tudja igazolni, hogy erre nagyon kell figyelni. Jó, tehát ennyit bevezetésképp,
és akkor tanár úrnak átadom a szót, hogy mondja el nektek a feltételeket és egyáltalán a szabályokat. Na hát, kis testvérek, akkor most elkezdjük. Pici izgalom. Nem baj, ha van, de csak pici, nagyon nem szabad. Nem kell rögtön elkezdeni az éneket, hanem szabad 2-3 mély levegőt venni. Esetleg átgondolni 1-2 másodpercig is, akkor indítani. Na most ugye abban állapodtunk meg, itt a megnyitón is elhangzott, hogy egy kezdőhangot, ha szükséges, szívesen adunk. De ahhoz tudni kell, hogy abban a leírt magasságban énekeltek, ami tényleg a kottában szerepel, esetleg azt a tanárnő, tanár úr is van, ugye? Mindegy. Tehát a kísérők fogják tudni mondani, mert lehet, hogy a leírt magasság az kicsit sok, és magas, és teljesíthetetlen, akkor lehet egy hanggal lejjebb, akkor szívesen adok egy hanggal lejjebb kezdőhangot, és akkor utána lehet kezdeni. Jó? Van ugye egyéni kategória, és van csoportos kategória. Na most a kiírást azt tudjuk mindannyian, amit mindenkitől kérünk, a kategóriánként kijelölt anyagból van egy zsoltár az első versszakával, és van egy népdal zsoltár az első és két további versszakával, ez lehet a második, harmadik, vagy éppen ötödik, hatodik, vagy hányadik, és akkor harmadikként egy szabadon választott, de ez már énekeskönyvi zsoltár kéne, hogy legyen, és ez az első versszakával, amivel te magad készültél. Megkérdezem, hogy van-e kérdés, ami esetleg nem világos. Ebben a sorrendben lehet kérnie, hogy én most mondtam, tehát egy kötelező zsoltár, egy kötelező népdal zsoltár, három versszakkal, elsővel plusz választott másik kettővel, és harmadikként a szabadon választott zsoltár. Akkor kezdhetjük? Jó! Először a csoportos kategóriából szeretném Ancsai Terézia Pankát, Sipos Zolka Borbálát és Tar Kristófot. Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Fogadást tésznek néked itten, tisztelvén tégedet. Mert kérésüket a híváknak meghallod kegyesen, hozzád az emberek jönnek minden ünnen. Nos, a Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy őt eddig dicsérjék, ki körülne. Adjátok azért a hangos citerákban az Úr áldasség, lomba hegedűben, cimbalmi zengésben magasztaltassék. Istenben újongjon minden igaz ember, dicsérő szárnyán. Dicsőség Istenünk, Atya, Fiú, Lélek, miképpen kezdetben, most is áld az ének. Sionnak hegyén, Úristen,
Nosza Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy Őtet dicsérik, ki körülnek igazságnak. Áldjátok az értan hangos citerákban, az Úr áldassék lángban, hegedűben, címbal, mizengésben, magasztaltassék. Istenben újongjon minden igaz ember, dicsérő éneket fölségének zengjen. Várunk az Istenre, várakozunk egyre, benne van bizalmunk, szívünk újjong benne. Árazd ránk, Istenünk, bőséges kegyelmet, dicsérjük nevedet, bízva bízunk benned. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyeníteltem, nem neved senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok piromkodjanak, akik hitetlenül élnek. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt, nagy csodáit, melyeket tett. Nosza Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy Őtet dicsérik, ki körülnek igazságnak. Áldjátok az értan hangos citerákban, az Úr áldassék lángban, hegedűben, címban, Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan, kik az Ő házában éljen. Vigyázván vagytok hűséggel. Mielőtt jönnek az egyéniek, megkérdezem itt a társaságot, hogy mindenki ismeri ennek a 134. Zsoltárnak a harmadik verszakát? Amit hallottunk? Megáldjon téged az Isten? Hát a felnőttek talán igen, mindenképpen. A gyerekek is? Nem? Tanuljátok meg, református körökben, ha megáldjon téged az Isten, olyan ünnepi alkalmakor, mint születésnap, névnap és egyéb köszöntőkre szoktuk énekelni. Tehát ezt tanuljátok meg, hogyha ezt hallják mások, hogy ezt énekeljük, akkor tudják, hogy mi reformátusok vagyunk. Én igazságomnak, Istene, hallgasd meg én kiáltásom, szállj meg, és te kincsiségemre, te vigy engemet tágas helyre, midőn így szorongattatok.
mit vágyottok, mit gyönyörködtök ezekben. Könyörülj rajtam, Istenem, mert irgalmad mérhetetlen. Mosogass ki bűneimből, tisztogass meg vétkeimtől. Gonoszságom elismerem, szemem előtt állj szüntelen. Téged sértett minden vétkem, végzésed így szent előttem. A tévelygőrát tekintsem, és a bűnös hozzád térjen. Uram, ments meg a vérbűntől, hadd daloljak hűségedről. Úristen, kérlek, kegyelmezd nékem, és kegyelmedből könyörüljél rajtam. Bűneimből tőled megtisztítassam. Nagy irgalmattal végy körül engem, töröld el az én nagy bűneimet. Mosogass jól meg fertelmességimből, amikkel fertésztettem életemet. Tisztítsad el nagy kegyelmességedből. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem neved senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Könyörülj rajtam, Istenem, mert irgalmad véghetetlen. Mosogass ki bűneimből, tisztogass meg vétkeimtől. Színed elől ne taszíts el, szent lelkedtől ne szakíts el. Hadd élvezzem üdvösséget, adj nekem királyi lelket. Istenem, nyírj szórajkam, fölséget hadd magasztaljam. Áldozattal tisztelnélek, de te abban nem lesz kedve. Könyörülj rajtam, Istenem, mert irgalmad mérhetetlen. Mosogass ki bűneimből, tisztogass meg vétkeimtől. Színen elől ne taszíts el, szent lelkedtől ne szakíts el. Hadd élvezzem üdvösséged, adj nekem királyi lelket.
fertésztettem éltemet. Tisztítsod el nagy kegyelmességedből. Könyörülj rajtam, Istenem, mert irgalmad mérhetetlen. Mosogass ki bűneimből, tisztogass meg vétkeimtől. Istenem, nyisd szóra ajkam, fölségem hadd magasztaljam, áldozattal tisztelnélek, de te abban nem lesz kedved. Égős vágó áldozatnál szebb ajándék, amit vártál. A megtört szív te előtted legkedvesebb áldozat lesz. Az Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat, hogy felkiálték hozzá, beszédem meghallgatá. Minden némű szükségemben reménységem csak az Isten. Éjjel kezem feltartom, az égre hozzá nyújtom. Gyertek, örvendjünk mindnyájan, az Úrban mi kősziklánkban. Vigadozzunk szép énekekkel, menjünk színe elejébe, és magasztaljuk egyesen örvendetes dicséretekkel. Könyörülj rajtam, Istenem, mert irgalmad mérhetetlen. Mosogass ki bűneimből, tisztogass meg vétkeimtől. Gonoszságom elismerem, szemem előtt áll szüntelen. Téged sértett minden vétkem, végzeted így szent előttem. Izsópoddal hincs meg, mosd meg, és a húnál tisztább leszek. Szállj fülembe, vígdal újra, s öröm megtört csontjaimra. Ó, mely sokan vadnak, az, kik háborgatnak engemet, én Istenem. Nagy sok ellenségim és sok gyűlölőim túsakodnak ellenem. Sokan azt hallítják, lelkemről azt mondják, veszett ennek ő dolga. Segítsége nincsen, mert elhatta Isten, így szólnak bolond módra. Na, testvéreim, a végére értünk. Én nagyon köszönöm minden kis testvérnek a
befektetett munkát, egy-két gondolatot szabad-e most egy összefoglalásképpen elmondani? Hát az egyik, hogy, de hát inkább ezt kulisszatítok, hogy itt most, amikor mérlegelni kell, nem könnyű, de hát ez közhely, ugye, hogy a zsűrinek nehéz dolga van, meg nem tudom, mert tényleg az. Mert most hangerő? Nem feltétlen, ugye? Egy focista nem attól, hogy nagy focista, hogy mekkora gyertyát tud rúgni a magasba, hanem be tudja csavarni a ficakba. A másik, szövegtévesztés, vagy stabil? Hát ez is egy szempont. De most melyik nyom alatba többet? Dallamtévesztés? De egyébként meg bomba biztos volt. Szövegkiejtés, gyönyörű, szép, érthető, mással hangzók. Olyan sokszor hall az ember, még sokszor televízióba is. Susogó hang nélküli speakert. Amikor mondjuk azt, hogy ezt a szót, hogy szegény, hogy fegény, mert nincs neki szöbetűje. Fegény, mondjuk, most mondtam egy szöbetűt, vagy szeretem, szeretem. Na most, ilyesmik is nagyon fontosak, és erre jók ezek a népdal zsoltárok is, aminél rögtön hadd jegyezzem meg, hogy kedves tanítónénik, tanárnők, felkészítők, érdemes a népdal zsoltároknak a világi szövegét is megtanítani, hogy derüljön ki, hogy miből származott az egész. Egyébként a hivatásos népzenészek ezért haragszanak a népdal zsoltárokra, én nem egyel találkoztam, mert nem lehet az eredeti szöveget megcsalni. Mi az, hogy ellopom az eredeti szöveget, és teszek hozzá új szöveget? Hát én ilyenkor mindig szoktam neki mondani, hogy valamikor Németországban volt egy ilyen szerelmi dal, hogy Flora meine Freude, Flora én örömem, mondta szerelmes fiatal május éjszakáján, nem tudom én, amikor ott pöngetve énekelt az ablak alatt, vagy az erkély alatt. És mi lett belőle? A Flora meine Freude-ból, Jézus meine Freude, és ebből mi lett? Jézus vigasságom. Kiemlegeti azt, hogy valamikor ez egy világi dal volt, mi már csak ezt a gyönyörű német gyülekezeti éneket emlegetjük. Na most azon is gondolkodtam, hát lehet, hogy ezekből egyet-kettőt majd még elmondunk a plénum előtt és a többiek előtt is, hogy egyik-másik zsoltár, amit itt kitűztek a szervezők. Hát, ha valaki most nagyon akadékoskodni akar, akkor elmondhatja, hogy ezek nem diák szövegek, ugye? Ez az 51. zsoltár. Hát most nem hiszem, hogy valaki kedvtelésből, nem tudom én, elénekelni, vagy csúnya vagyok. Bár lehet, hogy így most már, hogy ez ki lett tűzve, így most már esetleg még fogod is szeretni, de biztos, hogy az idő neked dolgozik, és amikor évek elmúlnak, és mindenféle plusz műveltséget hozzá tesz neked az iskola, irodalomból, zenéből, történelemből, földrajzból, sok minden humán tárgyból, akkor összeáll a dolog, és az 51. zsoltárt is helyére fogod tudni tenni. Most még talán nem ifjének, vagy nem tudom én. De kicsit előre dolgozik a református iskola, és majd a dolog érzelmileg, értelmileg egyformán fölzárkózik hozzá. Igen, hát azt hiszem, hogy egyenlőre ennyit. Hát érdekes dolog volt, mert hát nyilván nem szólunk közbe, de egyszer-kétszer volt egy-két olyan szöveg elfordítás, vagy bakizás, hogy tisztíthassam, vagy tisztítassam. Ugye? Hát ez néha ugyanazt jelenti, vagy majdnem ugyanazt jelenti, de egyébként biztos a pedagógusok egy kis füzetkére valót összegyűjtenek az ilyen, ugyanaz a magánhangzó, de közben a diák elhallja a dolgokat, biztos teszenek ilyeneket ismerni. Tehát csak egyet hadd mondjak, csak a tréfa kedvéért. Hogy is van a virágvasárnapi bevonulásnak a szövege? A lényeg az, hogy a mondatnak a vége ugye az, hogy hozsánna a magasságban, és akkor ezt a hittanórán hogy mondja vissza a diák, hogy uzsonna a magasságban. Na hát szóval ilyen apró kis bakik bebe csúsztak, érdemes ezekre is majd odafigyelni, amikor majd átismétled, és
és újra előjönnek. Jó, mi köszönjük szépen, nem tudom, hogy Gergő bácsi akar-e valamit mondani. Igen, még. Az egyik tévesztés, ami kicsit megmosolyogtatott, a sor végén az van, hogy kegyelmedből. Nyilván az Úristen kegyelméről van szó, ugye? És az egyik énekes azt énekelte, hogy kegyelmemből. A saját kegyelméből kért, nem az Úristen kegyelméből. Ez is egy ilyen kedves szövegtévesztés, ami persze nyilván az izgalom és a druk miatt történt így. És én is közben azon gondolkoztam, hogyha az 51. Zsoltárt ének nélkül megkérdeznénk, hogy tulajdonképpen miről szól, miről énekeltetek. És hát ebben nagyon igazat adok tanár úrnak, hogy hát nem egy ifi ének, sem szövegében, sem dallamában, mert itt folyamatosan ugye Dávid bűnbánat imádságáról van szó, a saját bűneiről beszél. Bűnös ember, bűnös vagyok, és a bűneitől szeretne megszabadulni. És hát mondjuk azért 8-10-12-14 éveseknél ezt még azért kevésbé várja el az ember, hogy folyamatosan a bűneiről énekeljen és beszéljen, tehát ezért valóban ez nem volt könnyű. Minden esetre én azt azért szeretném tőletek megkérdezni, hallva a kicsit néhol bátortalan éneklést, hogy szoktatok otthon énekelni a fürdőszobába, például a tus alatt vagy a kádba? Igen. Igen? Föltétlenül zsoltárokat? Igen. Nem mindig, ugye? Nem mindig. Mondjuk, mondjátok azt legalább, hogy hát igen, de azért mást is szoktunk énekelni. Majd itt kiosztom nektek ezt a Fidelio újságot, mert én a Református Zenei Fesztiválra mindig mindenkit hívok, így benneteket is, meg a Református Énekek 350 fős nagy kórusába bizony kortársaitok is ott vannak, énekelnek, tehát évről évre meghívok olyan általános iskolás gyermekeket, vagy gyermekkórust, persze nem szólistaként, hanem kórusként, akik ebben a nagy-nagy és szép eseményben részt vehetnek. És rögtön felhívom a figyelmet mindenkinek, a felkészítő tanároknak és a diákoknak, nektek is, hogy ti már ugyan a CD-kkel nem foglalkoztok, meg a DVD-kkel, de azért a Református Énekek, az énekes könyv sorozata, az jelenleg 17 CD-n és 10 DVD-n látható, hallható. És bizony, tanár úrnak a kollégája, Arany János, ővelük vagyok egyébként 18. éve folyamatosan együtt ebben a nagy szervezésben és rendezésben. Bizony megírták többször, hogy a Református Énekek oktatása, ami nyilván tudjátok, hát tanuljátok, kötelező a református iskolákban, a legjobb segédeszköze ez a CD és a DVD sorozat, vagyis, hogyha hangosan énekel nektek egy 350 fős kórus mondjuk otthon, akkor a kádban, vagy a tus alatt biztos, hogy ti is bátrabban nekiálltok énekelni, és könnyebben is megy, ugye, mert egy nagy kórus kíséret csatlakozik ehhez. De én is megköszönöm nektek a felkészülést, annak ellenére, hogy itt pontosan láttuk, hogy ki az, aki sokkal többet tud adná, mint amit itt most éppen sikerült megvalósítania, és sikerült előadni. Hát ez nyilván az izgalom, a druk és a versenynek a hangulata miatt történt így, de köszönjük szépen, és folytassátok a zsoltárok és népzsoltárok tanulását. Amíg búcsúzóul egy baki jutott még itt eszembe, és ki is kerestem. A 130. zsoltár is elhangzott. Na most ugye van egy ilyen sorit, hogy nyisd meg te füleidet. Na most, hogyha az ember elmegy a fülorgégére, mit mond az orvosnak? Hogy nyisd meg te füleimet. Hát ez kicsit füleimetre sikerül, de nekem tetszett a baki, úgyhogy ezzel együtt is. Jó, köszönöm szépen, és akkor találkozunk majd a közös eredményhirdetéskor.